Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Valaki föltett nekem egy kérdést a hamis sáfáról szóló példázottal kapcsolatban. Ezt a példázatot egyébként Lukács Evangélium a 16. fejezetében találjuk meg, és konkrétan a kérdés a 9. versre vonatkozott, ahol Jézus Krisztus azt mondja, hogy használjuk a hamis mamont arra, hogy barátokat gyűjtünk, hogy amikor eljön az idő, akkor befogadjanak bennünket a mennyei hajlékokba. És a kérdés az volt, hogy hát végül is ki az, aki befogad bennünket a mennyei hajlékokba. Azt hiszem, hogy ha meg akarjuk érteni, és meg akarjuk találni a választ erre a kérdésre, akkor érdemes röviden áttekinteni, hogy miről is van szó itt ebben a példázatban. Próbáljuk meg úgy elképzelni a helyzetet, hogy Jézus Krisztus egy szeretett vendégségen van, és az egyik oldalán vannak a farizeusok, és a másik oldalán vannak a tanítványok. A farizeusok elkezdenek zúgolódni, mert úgy látják, hogy Jézus környezetében túl sok a vámszedő és a bűnös ember. Ezért Lukács Evangélium a 15. fejezetében Jézus elmond három példázatot a farizeusoknak, mondván, hogy ezek nem bűnös emberek, hanem ezek elveszett emberek. Na most úgy tűnik, mintha a tanítványok is hasonlóképpen gondolkodtak volna, csak nem merték ilyen nyíltan megfogalmazni a mesterrel szemben ezt a kritikájuk. Ezért Jézus a tanítványok felé fordul, és elmondta neki a hamis, nekik a hamis sáfáról szóló példázatot, aminek van egy nagyon fontos csattanója, ez a csattanó pedig a következő, hogy e világfiai a maguk nemében okosabbak, mint az Isten országának a gyermekei. Hát ha a farizeusokat megrendítette az, hogy Jézus elveszetteknek nevezte azokat, akiket ő bűnösöknek tartott, akkor bizonyára a tanítványokat is megrázta az a gondolat, hogy Jézus Krisztus valójában egy hűtlen csaló gazdasági, sikkasztó, csak gazdasági szakembert állított oda Példaképül eléjük. Jézus szeretett ilyen úgynevezett hiperbolákkal élni, az hogy magyarul azt jelenti, hogy ilyen túlzó példázatokkal, amikor ilyen nagy, feszült, szinte szélsőséges gondolatokat fogalmazott meg, de nagyon világosan és nagyon precízen megfogalmazta azt is ebben az esetben, hogy mi az, amiben példakép ez a bizonyos hamis sáfár. És miért is mondta el ezt a példázatot? Jézus négy tanulságot von le tulajdonképpen a példázatból. Az első úgy szól, hogy már említettem a nyolcadik versben, hogy a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ha mi keresztények legalább olyan kreatívak lennénk az evangélium ügyében, mint amilyen kreatívok és odaadóak a világ fiai a saját ügyeikben, akkor bizonyára az Isten országa sokkal előrébb volna, mint ahol ma van. Tehát Jézus ez az első üzenet, amit a szívünkre akart helyezni, hogy az Isten országának az építése nem tűri a kontármunkát. Nem tűri a félszívűséget, hanem ha a világ dolgaiban elvárandó a teljes odaadás és a teljes odaszentelődés, akkor mennyivel inkább egy olyan szent dologban, mint az Isten országa. Jézus második következtetése, ahogy említettem, nehezen érthető, mert arról beszél, hogy szerezzetek magatoknak hamis barát, magatuknak barátukat a hamis mamonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokban. Mit nevezít Jézus Krisztus hamis mamonnak? A hamis mamon minden, ami evilági érték. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy minden olyan evilági értéket, amit rendelkezünk, amivel rendelkezünk, azt használjuk arra, hogy barátokat szerezzünk az örökké valóság számára. Vagyis mi az dolognak tulajdonképpen az üzenete? Az üzenet a következő. Hogyha mondjuk egy gyülekezetnek pénze van, akkor nem úgy fekteti be jól a pénzét, ha egy jó befektetésbe teszi, vagy a tőzsdére viszi, vagy, le, vagy egy jól kamatozó betétbe helyezi el, hanem úgy fekteti be jól a pénzét, ha misszióra fordítja, és üdvözülendő emberekbe fekteti. Miért? Mert a bankszámlánk itt marad, és itt ég meg a tűzben a befektetéseink itt pusztulnak el. De ha ezeket, a befekt, ezeket az eszközöket örök életre, meg, emberek örök életre való megmentésére fordítjuk, akkor mint egy átváltjuk mennyei valutára. Magunkkal visszük, ahogy egy régi énekben énekeltük, egy megmarad, mit Jézusért tett. Tehát ez az, amire Jézus rá akar mutatni. A hamis sáfár kihasználta a pillanatot. Egyetlen esélye volt, hogy korumpálja az üzlettársait. Ez volt az utolsó esély. Élt vele. Mi is éljünk, nem ilyen tisztességtelen módon, de éljünk azzal az eséllyel, amit ö, ö, Isten. Ö, ö, től kaptunk. A harmadik dolog, amire Jézus Krisztus rámutat, az úgy szól, Jézus azt mondja, hogy ha a hamis mamonon nem jól gazdálkodtok, akkor Isten miért bízná rátok a mennyei kincseket? Vagyis ahogy a földi értékekkel sáfárkodunk, azzal adjuk tanúbizonyságát annak, hogy méltók vagy alkalmasak vagyunk arra, hogy majd mennyei kincsekkel sáfárkodjunk az Isten országában. Vagy bemutatjuk, hogy alkalmatlanok vagyunk erre. És az utolsó gondolat, amit Jézus Krisztus megfogalmazott, amire már az imént is utaltam, röviden, hogy ez a hamis sáfár, ez feltett mindent egy lapra. Nem jó befektetés mindent egy lapra tenni, szoktuk mondani, nem tesszük az összes tojást egyetlen kosárba. Mm. Hogyha leesik a kosár, akkor minden elpusztul. Mégis, amikor Isten ügyéről van szó, és a mennyei dolgokról van szó, akkor, ahogy Jézus mondta, nem szolgálhatunk két úrnak. Nem lehetnek B-terveink amikor kritikussá válik a dolog, akkor egyértelműen és megosztottság nélkül és hezitálás nélkül le kell tennünk a voksunkat Jézus Krisztus és a menny ügye mellett. Na most természetesen Isten fogad be bennünket az ő országába, és nem azok, akiket majd megmentünk, nem is érdemeink szerint fogad be, hanem kegyelemből fogad be, de mégis azzal, ahogy mi a földi javainkkal itt a földön sáfárkodunk, azzal kimutatjuk a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt, a mennyei udvartartás előtt azt, hogy alkalmasakká válunk Jézus Krisztus által arra, hogy mennyei értékeket, és, mennyei kincseket forgassunk a mennyei tőzsdén. És én azért imádkozom, hogy ezt a mennyei bölcsességet tanuljuk meg Jézus Krisztustól, és ne a balga gazdag embernek a gondolkodását, aki a csűreit bővidgette, elfelejtkezvén arról, hogyha az éjjel elkérik a lelkét, akkor semmivé válik mindaz a befektetés, amit eddig eszközölt. Jóisten Isten adja meg nékünk azt a bölcsességet, hogy mi jól tudjunk sáfárkodni ezekkel az ügyekkel.